A Magyar Fürdőszövetség második alkalommal szervezte meg az országos vízipisztolycsatát, amely egyben rekordkísérlet is volt. Az esemény célja, hogy egy időben minél többen játszanak együtt Magyarország strandjain. A 60-i szolgáltató Kft. Munkatársai egy nagy sátor alatt fogadták a résztvevőket, összesen 1000 darab vízipisztoly állt a jelentkezők rendelkezésére. A játékfegyvereket ingyenes kuponokért cserében lehetett átvenni, amelyeket bárki megkaphatott, aki jelezte a részvételi szándékát. Karnai Ádám a gyermekével érkezett a strandra. Van-e valami taktika? Milyen taktikát fogtok alkalmazni? Ő a sajátjával, a nagyobb kaliberrel, én pedig egyszerre kettővel, mint a revolver hősök. Benkő Gergő elmondta, mit gondol a játékos csata eseményéről. Izgalmas. Van-e valamilyen taktikád? Nincs. Újházi Levente szerint így lehet megnyerni egy vízipisztoly csatát. Vízbe lenne igazából, és onnan. Már onnan igazából végtelen lőszer, és hogyha eltalálnak, akkor igazából csak lemész a víz le. Miután mindenki megkapta a vízipisztolyt, egy rövid bemelegítés következett, majd pontban 2-kor elstartolt a csata, amelyet élőben közvetítettek a Fürdőszövetség munkatársai részére. Szegedi Zoltán, a Strandúszoda ágazatvezetője így értékelte az eseményt. Rendkívül sikeresnek éljük meg ezt a rendezvényt, nagyon klasszul összedolgozott a csapat. A kuponok tekintetében 230 darab kupont adtunk ki, és úgy tűnik, hogy voltunk is annyian. Nagyon rendben zajlott mind az internetes kapcsolat, ugye ez élőbe ment, ez egy nagyon komoly dolog, dokumentálni kellett nekünk is. Szegedi Zoltán köszönetét fejezte ki a vendégek aktivitásáért. Ahogy fogalmazott, a lelkes jelentkezők nélkül nem jöhetett volna létre az esemény. A Magyar Fürdőszövetség összesített adatai szerint 5400 és 5500 fő közé tehető azoknak a száma, akik egyszerre csatáztak az országban összesen 37 helyszínen. A hitelesített adatok szerint a 60-i strandon 150-en harcoltak együtt, amivel a város rangos helyet vívott ki a részvételben. Csak a medencében lehet ám.